Köszöntöm Önöket, ez itt a Sziasztok Plusz a Nyíregyházi Televízióban. Maradjanak velünk, hiszen rövidesen érdekes témákról beszélgetünk majd. Többek között a Kantémusz karácsonyról, aztán Tarjányi Istvánnal beszélgettünk, aki megnyerte a legutóbbi világkupa versenyt. Aztán sikeres tornászokat is köszönhetünk itt a stúdióban, és hát Fülöp-szigeteki vendégek is jártak az elmúlt napokban Nyíregyházán, úgyhogy velük is beszélgettünk. Mindenek előtt azonban Szilágyi Szilárd a vendégünk, akit szeretettel köszöntök. Kantémusz karácsony. Láttam, hogy kiraktátok ugye a közösség oldal, hogy idén is lesz Kantémusz karácsony, és a régi megszokott helyen a Kodály iskolában, és azonnal jöttek az első kérdés szinte, mikor lehet jegyet venni, és hogyan? Ugye óriási az érdeklődés ilyenkor. November 29-én beindult az online jegyárusítás, és most azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon sokan érdeklődnek, úgyhogy érdemes hamar reagálni. kantémusz.org.hu honlapot fel kell keresni, és ott meg lehet rendelni online is a jegyeket. Két nap lesz koncertünk, a hagyományos Kantémusz karácsony. Az egyik december 21-én, ott két koncertet tartunk aznap, az egyik 16 órától, a másik pedig 19 órától lesz. És a másik koncert, illetve a harmadik, az december 22-én 18 órától kezdődik a Kodály Zoltán Általános Iskola hangverseny termében. Ugye most vissza a régi helyre. Ugye Dénes bácsi szlogenje, hogy nincs karácsony Kantémusz nélkül, az még most is áll, de tulajdonképpen a mindenféle megszorítások és egyebek miatt a buszacsás, illetve Continental Arénás koncertjeink most szüneteltetjük. Szervezésileg nekünk nyilván jobb is, meg egy kicsit rosszabb is a dolog. Közönség szempontjából szerintem nagyon sokan szoktak hozzá ez a családias hangulatú Kantémusz koncertekhez, karácsonyi koncertekhez, úgyhogy szerintem ez ugyanaz az élmény lesz, amit régen megszoktak. Én is ezt mondtam itt a beszélgetés előtt még adáson kívül, hogy azért az egy szépen feldíszített terem, picit bensőségesebb, így talán van. Más a hangulata. Meg némelyik dalnál, ahol például oldalt is álltak az énekesek, annak meg van egy különleges akusztikája. Mire készüljenek azok, akik ellátogatnak majd? Hát abszolút a hagyományos Kantémusz megszokott karácsonyi koncertekre. Semmi olyan nagyon egetrendítő újdonsággal nem készülünk. Mindegyik kórus fel fog lépni, a Kantémusz kezelésében lévő kórusok, tehát a Kantémusz gyermekkar, promuzika lánykar, Kantémusz vegyeskar, Kantémusz ifjúsági vegyeskar és Kantémusz fiúkórus, tehát így együtt a nagy család. És ez a 21-i koncert, a 22-én meg a fiúkórus és az ifjúsági vegyeskar már nem közreműködik. A műsor szerkezett hagyományos karácsonyi dalok, amiket többnyire megszokott a közönség, de lesznek újdonságok is. Én azt gondolom, hogy nem fognak csalódni. Uh-huh. És hát nem ez lesz az egyedüli esemény, ahol felléptek, hanem talán a Szabolcsi Szimfonikusok a közösen is hallhatnak majd titeket, mégpedig itt bent ugye a nagy templomban. Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban december 16-án 19 órától kezdődik majd ez a koncert. Ez ugye ingyenes koncert, ez a karácsonyi koncert, és a Kantémusz vegyeskar és a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar adja majd. A műsora nagyjából lefedi azt a Kantémusz repertoárt, amit a Kodály iskolába hallhat a közönség, de azért itt zenekaros művekkel együtt, tehát itt nyilván egy kicsit más lesz a műsor. Picit nehezíti mondjuk a próba folyamatot is, hiszen azért egy zenekarral kell persze próbálni. Hát ez egy kicsit megbonyolítja, de azért nem olyan tragikus módon meg lehet oldani. Meg hát hozzászoktatok, mert mint igen. Ahogy az utazáshoz is hozzászokhatatok régebben, most egy picit kevesebb volt ugye a pandémia miatt is, meg a gazdasági helyzet miatt is, viszont épp most jöttetek haza nem olyan rég Finnországban. Hát nem olyan régen, november 10-től 17-ig volt, illetve 15-ig voltunk Helsinkiben. Egy nagyon meglepő és érdekes meghívásnak tettünk eleget a MIPA kérésére, illetve a Helsinki Barokk Opera, barokk régizene együttes volt az, aki felkért bennünket, hogy egy nagyon érdekes projektben vegyünk részt. Ez Schubertnek a Alfonso és Estrella című operája
ősbemutatója gyakorlatilag, hogy majd mindjárt pontosítok, Helsinkiben és Műpában, illetve Magyarországon most először mutatták be ezt az operát Schubertől. Tulajdonképpen a szerző halála után Liszt Ferenc Weimarban 1854-ben mutatta be ezt az operát, és azóta gyakorlatilag nincs is színpadon. Egy nagyon érdekes műről van szó, valószínűleg a történet kezelése miatt esett ki a köztudatból, mert nagyon szép zenéje van, és egy ilyen félig szenírozott előadásban csináltuk ezt meg Helsinkiben két alkalommal, és a Műpában egy alkalommal. Nagyon érdekes élmény volt. Uh-huh. A Műpa kitett magáért, ott nagyon szépen volt közönség, de Helsinkiben is. És én szerintem a közönség nagy többsége, annak ellenére, hogy Schubert ezen irányultsága, hogy nem közismert, hogy ő operákat írt volna, mégis nagyon szép az egész, amit alkotott. És sajnálatos, hogy eléggé elfelejtették. Uh-huh. Nektek Magyarországon mondhatjuk azt, hogy Nyíregyháza után talán a második otthon az épp a Műpa. Ennyire jó a kapcsolat? Igen, most, igen, sokat koncerteztünk az utóbbi időben ott. Most is lesznek egyébként budapesti koncertjeink, még a téli időszakban, december 11-én a MMA, a Magyar Művészeti Akadémián lesz egy fellépésünk, illetve az a Vigadóban lesz ez a fellépés, és ott fogunk kortárs műveket énekelni. De hát a Műpában is megvannak ezek a rendszeres alkalmak, gyakorlatilag vagy a Dohnányi Szimfonikus Zenekarral, uh-huh. vagy más zenekarral, ugye Fischer Ivánékkal is csináltunk ott előadásokat. Szeretjük a Műpát. Igen, voltak ott ugye a filmzenék pont a Dohnányival, illetve ha jól emlékszem egyszer, vagy lehet, hogy több alkalommal is ezt a komplett karácsonyi műsort is felvittétek Budapestre. Ott is volt. Volt egyszer ugye a Kantémusz volt az év kiemelt együttese a Műpában, és akkor egy Kantémusz karácsonyi koncert is ott volt. És hát hál' Istennek azt az egész országban láthatták, mert igen, jól emlékszem valamelyik csatornán közvetítették is. Szilárd, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Még egyszer akkor áruljuk el, tehát mi a cím, ahol jegyet lehet venni, vagy személyesen be lehet esetleg menni, és valaki a Kantémusz irodán szeretné. A másik lehetőség, hogy személyesen a Kantémusz kórus irodán keresnek bennünket, a Kodály Zoltán általános iskolába. Ez déltől, tehát 12-től van jegyárusítás, hétfőnapok kivételével, és ott is lehet személyesen rendelni, vagy pedig mondom, ez az internetes elérés, ez jól működik ez a jegyrendelés, kantemusz.org.hu. És ezen belül az eseményeket kell keresni, és ott kiadja mind a három koncertet. És érdemes igyekezni, mert gyorsan fogják ezeket. Érdemes, nagyon érdemes igyekezni, tényleg. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hát kíváncsian várjuk majd ezt a koncertet. Ahogy Dénes bácsi mondta, nincs karácsony Kantémusz nélkül. Így van.